Szavaztok! Nem tudom, mennyire látszunk. Várj, forduljunk a fény felé. Te vagy a fény az éjszakában. Fény az éjszakában, így van. Szavaztok! Szép itt van velem megint Katica bácsi. Megint itt vagyok újra. Igen, megint itt zaklat engem. Mert ugye mindig azon panaszkodtok, hogy mikor lesz már Katica bácsival a film. És ugye milyen jól beüzemeltük legutoljára neked azt a kis szegény nyírót? Így van. Hát most már kíváncsi leszek, ez milyen lesz. Mert ugye most akkor lőjük le a poént, ugye ez most az én fűkaszám lesz. Igen. De nagyon jól sikerült a beüzemelés, azért szóltál, segítsek beüzemelni. Hát legalább valaki értsen a beüzemelést. Hát ezt azért mondom, a kamerát tudja fogni valaki. Igen. Na, Katica bátya, figyelj! Segítek egy kicsit, még mielőtt kibontanád, mutassuk meg azt a nézőknek, kedves nézőknek, hogy ez egy BCH400T típusú fűkasza. Akik régebb óta ismerik az oleomag fűkaszákat, azok most egy nagy tátott szájjal esnek, mert fogalmuk nincs, hogy ez most mit jelent. Én ezt most előre szeretném elmondani, hogy a BCH sorozat, ha jól tudom, az az idén jelent meg, 2019-ben a fűkaszák terén. Igen. A H itt a kulcs betű. A H az a home szót jelenti, az azt jelenti, hogy házi, otthoni felhasználásra kitalált fűkasza termék következik. A T azt már ugye megfejtettük, a T az azt jelenti, hogy a T alakú kormány, tehát nem a D markolat, hanem a T az a teljes értékű markolat. A BCH az a brush cutter, angolul ugye az a fűkaszát jelenti. Tehát ezt kell erről a gépről tudni, hogy ez egy otthoni felhasználású, de erőteljes fűkasza. Még mielőtt kibontanánk a csomagot, gyere, odaadom egy kicsit kamerát, vagy egy kicsit tényleg, hogy te szavaj idaléljünk, akkor tudod, hol kell megfogni, gyere, ide belenyúlsz. Itt van. Kis vékony ujjaiddal. És akkor el tudom mondani. Még mielőtt kibontanám, azt el szeretném mondani erről a fűkaszáról, hogy ez pontosan azért született ez a modell, hogy a kis pénzű emberek, ezzel semmiféle bántást nem szeretnék ezzel kifejezni, hanem inkább úgy fogalmazom, hogy akik szeretnének olcsóbban, de relatív erős fűkaszát otthoni körülményekre, azoknak van kitalálva. Tehát ez mind az összes kínai piacos és nagyáruházas fűkasza konkurenciája ez a gép. Tehát ez nem professzionális felhasználású gép, ez egy otthoni felhasználású, jó árérték arányú fűkasza. Amit lehet róla tudni, hogy mostantól, ha minden igaz, már meg lehet vásárolni, és ennek az ára az olyan 70 ezer forint környékén mozog, és cserébe kap érte az ember egy 40 köbcentis fűkaszát, de egyébként segítek magamon, azt szokták mondani, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít, segítek magamon, hogy nehogy véletlenül hülyeségeket mondjak, azt tudomásul kell venni, ezt érdemes megemlíteni, hogy a Zoleo Magnak a fűkasza felhozatala, nem tudom mennyire látszik, egy oldal, két oldal, három oldal, négy oldal, egy csomó oldalon keresztül csak tudta. Tehát a fűkasza portfóliója nagyon jó. BCH 400T, tessék. Itt ez a gép így fog kinézni. Nem tudom mennyire látszik. Két lóerős, 40,2 köbcentis. És itt van Touk Tech, ez ilyen fél profi besorolású gép. 8,1 kg. Tehát azért azt lehet tudni, hogy 8,1 kg az nem egy könnyű gép, tehát ez nem egy hungarocellből készült fűkasza lesz. Nem fog eltörni a kés? Mármit? Maga a bicska? A bicska kivételnél? Talán nem. Edzettek is? Hát valaki edzette. Valami edzőterembe leedzetti. Hát látom, nem finomkodunk most. Valamivel ki kell nyitnom, most mivel nyissam ki? Nyissam csavarhúzó. Vagy van? Van. Van csavarhúzó, hát jó van, most már akkor kinyitom. Már csak azért is a bicskával, nem? Mert akkor azt mondják, hogy féltem a bicskámat, nem? Így van. Megmondják, műanyagból van, meg csak marketing fogás, tököm tudja. Most a katalógus ezt tett oda félre, légy szíves. Köszönöm. Hát az van, hogy ez a fűkasza idén tavasszal kezdte a forgalomba való részvételét Magyarországon, úgyhogy ez egy teljesen vadonatúj modell, tehát most amit így kinyitunk a dobozból, ez ilyennel még én se találkoztam, tehát a katalógus képen láttam, meg voltak ezek az előzetes design tervek, hogy fog kinézni majd, akkor láttam Isten igazából ezt a fűkaszát. Nézd ide, jó, kicsesznek az emberre, mert fölül, azt hiszed, hogy fölül kinyitod, aztán az valójában nem fölül van, hanem oldal. Na. Tehát át kell fordítani, és akkor úgy gyerünk. De a matrica is megtévesztő akkor ennyi erővel. Ennyi erővel minden. Na.
gyerekek! Na, nézzünk bele! Ami elsőre szembetűnő számomra, meg lehet, hogy neked is, hogy ez egy ilyen kecsesebb, vékonyabb kis szárat látok rajta. Egy egyszerű felépítésű gépet látok. Én mégis csak ezzel szoktam el, várjál csak. Úgy van, hogy ezt ki kell teríteni. Így. Kicsi a hely. Kicsi a terület. Ezt kell így kinyitni. És terül ott van. Ilyen hosszú. Gyere, nézd meg innen, erről a... Itt aztán szeretünk már szállni a munkától. Nézd csak meg a dizájnt. Ó, leomak. Hát itt egy kicsit, ez egy feldizájnolt valami, és ők adtak hozzá egy relatív komolynak tűnő hámot, de majd minden kiderül. De most figyeljetek ide, nézők, kedves nézők, tehát ezt tudomásul kell venni most, nehogy azt higgyétek, hogy most itt a világ legprofibb kaszáját veszük elő, hanem ez egy olcsó kategóriájú, de olyan gép, amire az Oleomag 2 év garanciát ad. Tehát akkor ez biztos, hogy nem egy játékszer. Nem gondolnám azt, hogy ez most egy hulladékgép lesz. Gyere, azért nézzük meg, gyere! Tehát a dolgokhoz hozzá tartozik, hogy ezért az árért azért a megmunkálásbeli dolgok. Azért nem egy kifinomult valami, tehát nézd meg az öntvényeket. Tehát itt öntvényről beszélünk. Meg a csomagolás is, csomagolásnak, a tárolásnak, a szállításnak a minősége is egy kicsit másabb. Ezt őszintén hozzá lehet tenni, ez egyenesen Kínából érkezett. Ez kínai? Ez kínai. Az Oleomagnak a kínai üzemeibe készültek. Hát most ne legyünk naívak, hogy ne higgyük azt, hogy most ezért az összegért mi most professzionális kaszát fogunk kapni. Húha! Van ebbe kompresszió. Egy jó pontja van. Két oldalról lehet összepakolni. Adtak hozzá kulcsot is? Tessék! Elméletileg ezekhez mindent adnak. Igen, én busz kulcsoló hozzá. Ha nem, akkor van nálam a szerszámot lára, de... De hát azért, hogy ha. És milyen a damírja? Ez az új fajta feje van? Nem, ez egy teljesen hagyományos feje, hogy nézem. Ez nem a gyors töltős fej. Ez egy teljesen hagyományos koppintós fej. De amúgy annak ellenére elég masszívnak tűnik. Tehát ez nem tűnik olyan hú, de ócskának. Majd kiderül ugye, minden, most tudod, más az, amikor, hogy néz ki valami, meg más, hogy milyen a tapintása, meg hogy milyen a megmunkálása, meg más az, hogy milyen, amikor dolgoztatjuk, ugye? Na, ide nézz. Szerszámot kerestük. Nézd csak, ez itt neki a... Dabi levágója, igen. Szórás védője. Mondjuk azért... Itt látszik a műanyag minőségén, hogy igen, tehát ez nem egy nagyon-nagyon kimunkált darab. Valószínűleg a feladatát el fogja látni, de nézd meg maga az öntő szerszámoknak a nyomát lehet látni. Most ez megint csak az, hogy az őszinteséghez az is hozzátartozik, hogy a filmekben elmutatjuk, hogy ezek nem csoda dolgok, tehát ezért a pénzért ne gondolja senki sem, hogy itt most ízért fog kapni egy WC-550-es bozótvágót. Nézd csak, látod? Gondoltak arra, hogy megünnepeljük majd a kamerát ott esetleg, hogy majd megünnepeljük a kibontás lehetőséget, felavatjuk tudod, és akkor egészségünkre. Ilyen mérő poharat még a büdös életben nem láttam. Én ezzel nem is fogok mérésként semmit se. Nem tudom, ezt ki kell rakni erekének vagy disznek. Vagy ráköpök és ide tapasztalom a homlokomra, puff. Nem tudom. Jó, ez boronagulnak. Vagy amit. Na jó, nézzük meg, akkor ezt megpróbáljuk összepakolni ezt az eszközt. Itt van a helye is mindennek, szépen bent van. Ez a helye, kötőjel, húja. Most mutatunk neked valamit. Gyere, ezt nézd meg. Hát, itt már az első visszásság meg is történt. Ezt most bontottam ki, ez egy teljes készlet. Ugye ez egy gyertyakulcs, kombikulcssal, láncfűrészeknél nagyon jó. Ennél nem tudom, hogy mire lesz jó, gyertya kivételével. Van itt egy ilyen, meg egy ilyen imbuszkulcs. Ez nem jó ehhez. Ez jó ehhez, ez a nagyobbik. Na, de most a kisebb gép mit teszek bele? Hát az jó. Na. Nem adtak 4-5-ös imbuszkulcs. Ugye milyen jó, hogy van szerszámos ládám. Na, akkor csinálunk itt egy filmben egy vágást, előkeresem a szerszámokat és folytatjuk innen, jó? Na szóval, egy kicsit átvettem a kamerát a Katica bátyjától. A dizájnt szeretném itt megmutatni, hogy ez egy nagyon jó feldizájnolt kasza. Van egy primer pumpa, ami itt van alul. Igen, itt van alul a primer pumpája neki, itt van a szivatója neki.
ebbe az állásba, meg szivató nélkül. Ugye mi az, ami még említésre megy? Hát szépen összeszereljük, és majd megnézzük gyakorlatban. Várj, lehet, hogy fölteszem állványra a kamerát, és akkor úgy sokkal élvezetesebb lesz az összeszerelés, nem? Akkor lássuk. Tehát fel a kamerát. Na kérem, közben Katica bácsi elkezdte szétszerni a gépet, vagy összerakni? Hát még csak szedem. Még csak szétszerés van. Szerintem azt nem is kell teljesen szétszerni azt a bilincset, csak meg vissza kell lazítani. Mert két oldalról van a kormánya neki. Igen. Van neki valami, most valami feszülés, vagy jelölés? Jelöltem, hogy egy kíváncsi. De most honnan tudja, hogy meddig van félig? Érted? Ez jó lenne elosztani félbe, nem? Na, most valami történt. Összeért a kettő. Így állítsuk be, jó? Kati szabás. Hát azért majd lehet, hogy kell állítani, tuti, most a fönn van. Tuti, csak kezelőszervek kapásból, amit én látok, hogy ezek nem egy kifinomult darabok. Itt a biztonsági retesz, a kapcsoló is, meg a gázreteszelő is. Nem egy olyan kifinomult, mint amit az Oleoma gépeinél megszokhattunk, de mondom, nem akarom ismét azt hangsúlyozni, de tudomásul kell venni, hogy ugye ez egy alternatíva. A 70.000 forint az pont a 140-nek a fele. Igen. Tehát 140-ért már komolyabbat kapunk. Az biztos, egyébként 140. De 35-ért meg nem kap semmit. Kapsz. Csak az... mozog? Még mozog. Még azt meg kell húzni szerintem keményebb. Ez még biztos, hogy ezért. Jó, csak nem akarom már majd. Csak húzod be. Hogyan áll ezért? Csak bár, ezt felégig le kell húzni. Rogyásig. Mert itt már majdnem összeért, csak azért. Akkor itt ezen a felén adunk neki. Figyelj, majd utána finom beállítunk. Most először ezért állítsuk össze szerkezetileg a gépet, aztán majd a hámhoz beállítjuk, mert tényleg azon van a hangsúly. Ez az én kis otthoni kaszám lesz. És csillagcsavarozót csinálták hozzá? Mert az is kell hozzá. Csillagcsavarozó is kell hozzá. Nem, akkor ehhez adták ezt. Lássa? Lássa, uram? Lássa, mert a csillagot nem ismerik. Hát figyelj. Fordítsuk el. Így, várjál, csináljuk akkor. Kicsit magunknak kedvezünk, így kameraállásba. Látja kent? Tehát nézd meg, ők olyan ügyesen belerakták előre ezt a csavarokat, hogy el ne veszeltődjön, de egy kis kimozgatásra ki tudjuk venni. Vagy nem veszük ki. Nem kell. Vagy nem veszük ki, belekapatjuk egyből. Figyelj, kezd el tekerni ezzel a lapos csavarozóval, én viszont hozok addig neked egy csillagcsavarozót. Azt hittem hozzá egy akkumulátoros húrót. Hát azért annyira nem, de még akár az... Te figyelj le, tudod mit? Az is van. Tudod, ha már lúd legyen kövé, nem? Aha. Felekapott, te? Na, tehát akkor, hogyha már itt vagyunk az autóval, akkor... Már kicsit visszaveszem a nyomatékból, majd. Mindig ezt lefenekeltetjük egyszer. Mondjuk állítom 9-esre, jó? Meglátjuk, hogy mi lesz a 9-esre. Na, szórás védő fenn van, és nézzétek! Tehát milyen jó, hogy az autóban van egy akkumulátoros csavarbehajtószer. Mit nem találsz, Katica bácsi? A lukat? Ugye itt oldalt kell bedugni a... Nem tudom, mennyire látszik az a nézőinknek. Már tudok csinálni egy kicsit ezért, közelebbit is talán. Már fordítsuk el a kaszát. Fordítsd el a kaszának az alját abba az irányba. Nem úgy, így gondolom. Már így, és akkor a nézőink láthatják, hogy... Te, mint az ő felén van. Nem baj. Mutasd meg még egyszer, hogy hogyan reteszelted be. Ugye itt van egy luk, és akkor a belső részen azon is van egy fulat. És így megállítjuk, és igaz? Így megállítja, és akkor le lehet venni, mert ugye meg lehet rögzíteni. Ez nem kell ehhez. Hogy ez kell, a csillagkerékhez kell. Ez kell. Tehát ez az, ami nekünk kell most. Várj, oda nem kell fölül? Nem. Akkor ez nem kell. Vagy kell? Kell. Szerintem nem. Nem kell, mert nézd meg, ott ki van valaki. Ez föléje kell, a kés felé kell. Ugye, mivel ez fűkassa, ellenkező menet, támasz ki, légy szíves a lyukba, dug bele, reteszeld nekem, légy szíves a járatot. Azt szokták, hogy luk a babádon van. Igen. Torma Jenő barátom azt szoktam mondani, hogy luk a babádon van, ez furat,
Igen. Okay. Na, és nézd ide, látod milyen jó megvan itt védve a vágókés. Arra rajt egy ilyen gumi óvszer. Figyelj, én a helyedben azért megnézném ezeket a csavarokat, hogy meghúzták-e. Nem akarok ám belekukaszoskodni. Igazad van, mert semmit nem tudhatunk. Ha egyszer Kínából jött, akkor... Na ja, figyelj, tegyük fel ide az asztalra. Jó kis aprócskos. És tudod, mit keresek rajta? Na mit? Ennek sincsen zsírzója? Ez egy jó kérdés. Nézzük vagy meg. Ez zsírzó? Az zsírzó. Csak nem, igen. Zsírzó. Igen. Na várj, akkor most visszaveszem a kamerát az állományról. Szóval összeszerelésre került a gép. Itt van hozzá egy ematmatrix, tehát nem tudom hova kerülhet. Ezt leveszük innen, itt lefogja, majd megkeresünk neki a helyét. Itt van. Na, ez a hám. A hámról annyit, hogy én azt most látom rajta, hogy ez nekem annyira nem nyert el a tetszésemet, ez egy olyan hám, ami a semminél több. Tehát ezt adják hozzá, akinek nincs más, az használja ezzel. De mivel nekem van más, akkor én ezzel nem fogom használni, hogyha nem probléma. Hogyha nem gond. Mert nekem van ennél egy komolyabb hámom, az is oleó. Lehet, hogy ilyen kisebb emberkéknek való. Hát figyelj, mindegyik úgy, ahogy beállítod. Érted. Szerintem csak nyugodtan bátran tedd oda fél a kartondobozba. Finoman. Na az van, hogy összeraktuk a gépet. Szerkezetileg. Ugye ez az, amit mondtam, hogy a kezelőszerveknél ez nekem egy itt-ott sorjás. Fogása nem olyan hú de tipi-tapi, de szerintem használható lesz. Nézd meg, a gyertyát olyan szépen leburkolták, és csak Katica bácsi. Szerintem teljesen légmentesen fog meg a gépet, nekem vagyok. Vagy próbálj meg ezt lehúzni. Már én nem tudom, várj, megpróbálom így másik kézzel. Másik fegyel kell húzni, nem? Alul. Basszus lehet, tényleg, arra néz. Látod? Kiakasztod mindegy bugyit. Jó, ott van benne a Lamparelli típusú gyertya. Na látod? Vagy mit tudom én, milyen típusú. És azt még véletlenül se éri semmi, még a víz se. Hát gyakorlatilag ez nem ügyeség, amit itt ide raktak, ez még azt mondom, hogy szimpatikus is. Na, látod, pozitívot is találtunk. Figyelj, vegyük le azért a légszűrőházat, azt nézzük meg, milyen légszűrése van. Ami elsőre szembe ötlik, az a rozsdamentes kipufogó. Az utóbbi időben az oleomak elhivatott ebbe a témába, és az összes kipufogóját a láncfűrészen fükaszán rozsdamentesre készíti. Ugye itt van alul a primer pumpa, itt kell megcucálni, és akkor ez lenne a szivató. Hát ide, na, egyik se jó. Komor. Tehát itt van egy olyan csavar, amelyik az egyik kulcs se jó, kivéve a kombi kulcsot. Kombinátum. Csak nézzük meg, milyen légszűrése lesz ennek a gépnek. Nincs benne. Vagy nincs is benne. Valami csak lesz benne. Ez egy komoly kis csavar tettek bele. Hát egy egyszerű. A világon a legegyszerűbb egy szivacsos légszűrő. Ezt én szeretném elmondani, ez a saját laikus véleményem, ha ilyen szivacsos légszűrésű gép van, akkor ennek azért gyakrabban nézzük meg a légszűrését, jó? Mert ez nem egy ilyen nagyon komoly légszűrés technikai dolog, de semminél ez is több. Úgyhogy erre figyeljünk oda ezeknél a gépeknél. Hogyha már így alá lehet látni, akkor megmutatom itt a primer pumpát. Itt van az üzemanyagcső. Úgyhogy igen. Ez egy kis 40 köpcent. Ezen a két izében belakasztva, az oldalfüle. Magad fel egy kicsit meghúzod, ahogy nézem, belepattintod, nem? Igen, így, most kattam bele. Csavart visszahajtod és... Kész. És üzemel is. Figyelj, amíg te összepakolod, addig én hozok üzemanyagot hozzá. Meg a szóba forgó hámot, amit említettünk. Mert ugye nekem van egy BC550-es kaszám, és én annak a hámjával fogom használni, úgyhogy fogom használni. Mert hogyha már egyszer van, akkor miért a kényelmesebbet használjuk, igaz? Igen. Ha már üzemanyag és beüzemelés, akkor említsük meg, hogy itt van az általunk használt üzemanyag. Nem tudom, hogy mennyit árul el róla a színe. És akkor el is mondhatom, hogy ugye ez az, amit a
RSO-ilal közösen forgalmazunk, illetve nem mi forgalmazzuk, hanem inkább mi csak a mi ajánlásunkat. Tehát mi ezt használjuk, ezt a full szintetikus adalékot, ez van ebben benn. Nézzük, van egy gumiágy benne. Gumiágy az ásuk? Aha. És akkor ez az én komolyabb hámom. Ezt mindjárt föl is kapom magamra. Legyen fönn. Egy nagyon jó epizódban a Jézus barátunkkal bemutattuk egy filmbe, hogy hogyan kell mindenkinek saját magára beállítani a hámot ideálisan. Ugye ez megint az hám, hogy ugye ez lehet részrehajló is, mert mindenkinek más és más a beállítása, de én azt tudom, hogy most az én beállításom nem stimmel, mert most több rajtam a pulóver. Vagy hiszem. Rá van írva 10 óra után pucolni kell. Pucolni kell a végszűrését. Na. Ez körülbelül tisztán, nem? Hát számoljuk tisztánnak, igen. Fogom egy lészíves a gépet, hogy föl ne buruljon. És ez már keverik? Ez már be van keverve. Egy 50-ben van bekeverve. Azt tudomásul kell venni, azt szeretném megemlíteni a nézőinknek, hogy bárki, aki garanciális gépet üzemel be, mindig a gyár által előírt adalékkal használja. Én most ebben az esetben azért térek el ettől, mert ez a saját gépem, és én bízok abban, hogy garancia időn belül nem lesz ennek a gépnek meghibásodása. Legalábbis nem viszed szakszervizbe. Meg azért bízok is benne. Tehát én, nálam most mi az elmondhatjuk, évek óta használok azért oleom a gépeket, és különösebb motorikus meghibásodás nem volt. Még akkor még azt mondd el, igen, hogy a pumpát a szivatóval vagy szivató nélkül kell? Teljesen független a kettő, mert a kettőnek nincs összeköttetésben egymásban. Mindjárt elmondom akkor, jó? Hogyha le tudom szedni az állványról ezt a kamerát. Na, csinálunk egy beüzemelést, jó? Most fel van tankolva. Gyere, majd én beindítom. Te csak tartsd nekem a kamerát. Ja. Átadom a kamerát. Na, csak úgy, hogy a gombokat ne nyomd meg. Na, nem nyomok semmit sem. Tuti legyen. Ugye kérdezted azt, hogy igen, összefüggésben van-e a primer pumpa és a szivató. A primer pumpa az semmi más nem csinál, mint egy ilyen pumpálás hatására átjáratja a tankból az üzemanyagot a karburátoron, és vissza a karburátorba. Azért van az átlátszó cső ott? Azért van kettő cső, pontosan. Igen, a szivatónak a feladata... Ha nyomod, akkor látom, hogy átmegy rajt. Hát figyelj, megpumpáljuk. Egy. Aha. Most nyomja vissza, átjárta a karburátor. Átjárta, aha. Így van. Na, tehát tehát a primer pumpának a feladata az, hogy a rángatásra kialakuló vákumot váltja ki. Tehát nem kell annyiszor megrángatni, míg odaér a benzin a karburátorba. A szivatónak tök egyszerű a feladata. A szivató a hidegindításhoz azért szükséges, mert benzinben dús keverékkel látja el a hengert. Tehát kevesebb levegőt ad, nem? Így van. Tehát gyakorlatilag, amikor te ezt fölhúzod ezt a kart, akkor elzárod a levegőt. Tehát ő benzínben dús keveréket csinál. És amikor beindult a gép, akkor le kell húzni. Ennyi. Azonnal? Hát persze. Nem kell húzni. Vagy úgy van, mint a motorfrissz, hogy kettőre fel és néma, akkor le kell húzni? Figyelj, minden gépnél érdemes kitapasztalni. Mindjárt meg is nézzük ezt, hogyan működik. Gyere, közelebbre megmutatom. Van itt egy gyújtás kapcsolója neki. Igen, ezt már néztük az előbb. Reteszelem a gázállást. Ja, be kell húzni? Hát általában be kell. Ugye megpumpáltuk. Megpumpáltuk. Szivatót fölhúzom, kitámasztom szépen finoman, és nem mindegy állat kiszabva, hanem megpróbálom finoman rántani. Ugye most böffent, szivatókar vissza. Teszelődött ki a gázkal, teljesen kellemes hangja van így elsőre, Istenem. Ami szembe tűnik, azt most megmondom, nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerán, hogy azért itt van rezgés, nem is kicsi rezgés van. Tehát ez nem egy rezgésmentes kasza, de ugye megint csak az árérték arányban ez a modell valószínűleg a ház körüli munkába fog szerepet játszani. Megítjük, és akkor dolgozunk is vele, jó? Kipróbáljuk itt a fádunk vele. Egyébként a beállítással azzal érdemes játszani, mert
Nekem ez a kormány elsőre szűknek tűnik, meg olyan groteszk, tehát ezt mindenki állítsa be magának. És állítottad már, nem húz se velre se. Az ő elsőre. Azért tudnák rajta állítani. Én csak van. Ja, kicsit látnám kérdeni, de állítani, azt úgy mondtál neki. Ugye ezzel nem állítható a pont, a felfüggesztési pont, ezt magát tudod húztatni. Tehát az akkor lenne jó, ha így állna. Nézd meg a végét. Most ugye orr nehéz, akkor lenne jó, így állna. De akkor minek a kezem? Mit? Akkor miért kell a kezem? Jajajajaj. Gyerekek, jó, akkor úgy. Megyed. Most mondottuk ki, aztán már megy is. Ezek a vakontúrás építik. Én a hátulról jobban hallani. Tök jó motor hangja van, ugye? Finom kis rapogó, legyen egy köpcentű kis két olyan. Azonnal használható kis műszer. Én tényleg azt mondom, most ez az én saját véleményem másfél perc után, hogy rezeg a gép. Tehát nincs olyan rezgési lapítás, aminek... Pedig van meg gumi? De hát, jó, de a gumi fölött már eljárt az idő. Ma már ugye ilyen több pontos felfüggesztésű gumi és rugós kombinációjú profi kasszák vannak. Tehát rezeg a gép. Nem egy ergonomikus valami. Tehát nekem ez szűknek, én ezt szűknek tartom akkor is, tehát nekem így kéne. Hát lehet széjjel húzni majd. Lehet egyébként. De a lényeg az, hogy alapvetően azt érzem, hogy nem egy kifinomult műszer, de... Jó, hát kínaiaknak csinálták kisebb emberek a kínaiak. Jó. Hát nem, én ezt inkább úgy gondolnám, hogy a kínaiak ezt számunkra, európaiaknak csinálták. Én azt mondanám, hogy ezzel a kasszával azért a ház körül bátran el lehet dolgozni. Ugye kényelmi funkciókat lehet változtatni azzal, hogy például ugye ezt a gyors töltős fejet rakjuk bele. Igen, hány és damírva hozzá, azt még mondjuk hát el. Hát ez ilyen kettő feles, így ránézés, kettő feles. Én azt mondanám neked, hogy ez ilyen hármasig bezárólag tud dolgozni ez a gép, így satra. Ami fontos dolog, ide még egy gyors kötöző bilincset én tennék, hogy ez itt elég fegyel lefogjon, mint ahogy itt is van. Én nem, most ugye még nincs egy kassza szezon, de majd amikor kasszálni kell, akkor majd jobban be lesz vetve ez a dolog. Én nem mondom azt, hogy... Ugye, ha úgy gondolsz, ide jöhetsz mindig kasszálni. Ja, gondolok. Tehát nézzük meg, várj, nézzük egy újraindítást. On. Yeah. Megfogom, megtámadom. Ilyenkor már nem kell semmi. Meghúzom. Egy tübörög. Tübörög a műszer. Gyönyörű hangja. Még egy kicsit menjünk tovább.
Hát ugye tényleg az van, hogy ezért az összegér, ezért csak tényleg vagy szegény nyírót kap az ember, vagy valami nagyon kis teljesítményű. Az enyém is de... kicsi teljesítmény, de a célnak megfelel. Igen, igen. Tehát ezzel lehet kaszálni, tehát ezzel neki lehet ugrani egy nagyobb mezőnek, de nem azt jelenti, hogy napi 10 órában, meg főállásban, tehát nem hivatásszerűen, hanem tényleg, hogyha vidéki ember, én azt mondom, hogy ez vidéki embernek otthoni kaszálásra, ház körül, ház előtt, árokban. Jó, akinek esetleg itt szőlője van, aztán szőlő körül egy kicsit. Katica már megilletett minket, tessék, Katica bácsi. Látod? Ott van rajta, aki nem látná. Hol vagy? Ott te. Ott te kis Katica bácsi. Na figyelj, én azt mondom neked, vállalod a kis gép. Tudok egyet mondani, igen? Így kamerába is. A Katicáról kapcsolatban, ugye el voltunk Tapolcán. Igen, bocs, szabad ne feled, egyébként ez a hám. Igen. Ahogy a Jézus megmutatta, hogy kell beállítani. Itt is van rajta. Hallod? Tehát ahogy a Jézus megmutatta, hogy kell beállítani. És úgy be van állítva, az olyan, úgy érzem magamat, mint hogyha egy kurva kényelmes ruha lenne rajta. Tehát nem húz se így, se úgy, se ilyen nyeklényakló. Teljesen így szabadon el van osztva teher az ember testén. Ez nem mindegy egyébként egy kaszálás során. Na igen, ott tartottuk a Katicánál. Na, és ugye az volt, hogy az asszony fogta és lefényképezett. Ahogy mentem be a Tapolcán a tavasbarlangba, aztán lefényképezett, és akkor föltette a lézerre a Facebookra, hogy Katica a barlangba. Igen. Mit kereshették ott a katicabogarat? Én most megmutattam a katicát, hol van. Igen. Ott mit kereshették, hogyan nagyíthatták a képeket? Na, biztos, biztos. Na jó. Katica bácsi, kipróbálod? Nem, fájvállom, most nem akkor. Na, hát akkor összegezve én azt mondom, gyerekek, hogy ezért. De ki fogom próbálni, mihencs olyan idő lesz, hogy jön egy kis fű, meg ilyesmi, akkor majd fogok szólni, és akkor idehozom a másikat is. És azt is, azt is. Meg és akkor elhozom én a BC550-esemet, és mit szólsz hozzá? Jó, és tehát akkor lássuk nagy ágyút. Jó, itt a két szélén szépen végig tudunk ballagni. Ja. Én azt mondom, fiúk, tényleg, most én... Szerintem a nézőink tudják, hogy én nem szoktam pancsolni, meg nem szoktam így túl nagy ökörségeket mondani, bár van, aki azt fogja mondani, hogy igen. Én azt mondom, hogy engem ez meglepett. Tehát én ettől ezt nem vártam. Tehát most én nem ilyen... Én ezt sokkal elnagyoltabb, sokkal butább gépnek gondoltam volna. Emellett egy kifinomult eszköz ahhoz képest, aminek gondolná az ember. Meg amit az ára sugallana. Na jó. És nem kaptunk hozzá kereket, ugye? Csillagkereket nem kaptunk. Nem tudom, hogy van-e a dobozban, vagy látnék, de szerintem nincs. Na jó. Ezért tartója van. Csillagkerék tartóz van, csak csillagkerék nincs hozzá. Tehát akkor ez a gép ez alkalmas arra is. Alkalmas. Na, Katica bácsi. Akkor megint beüzemeltünk egy gépet. Egyel több a mi rovásunk. Ha valakinek esetleg kell, akkor Fülészmániánál elérhetőek vagyunk. Szevasztok!